Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelt Főispán úr, tisztelt atyák, kistatai és szili hívek, kistatáról elszármazottak, tisztelt polgármester úr és meghívott vendégek! Nagy István agrárminiszter úr és Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő úr hivatali elfoglaltság miatt nem tudnak részt venni az ünnepségen. Az ünneplőknek jó kívánságukat küldik. Hölgyeim és uraim! A búcsúi ünnepi szentmisét és az azt követő ünnepségünket hamarosan megkezdjük. Kérem, foglalják el helyüket, a telefonokat szíveskedjenek lehalkítani. Kérem önöket, a rendezvény helyszínén tartsák be a járványügyi rendszabályokat. A helyszínen biztosított női és férfi WC. Kérem, a kijelölt dohányzó helyen dohányozzanak. A szentmise előtt 3 áldás következik. Elsőként a harang működtető szerkezet, aztán az ajándékkeresztek, és végül a tábori szószék. Az Úr legyen veletek! És könyörögjünk! Mindenható örök Isten, te megengedted, hogy a templomokban állítsunk, feleljünk harangokat. Kérünk, áld meg, és szenteld meg a mi Urunk Jézus Krisztus és az ő Szent Anyja, Szűz Mária tiszteletére emelt harangszerkezetet. Add, hogy akik ezek előtt imádkoznak, egyszülött fiathoz és az édesanyjához fohászkodnak, az ő érdemeikért elnyerjék jelen életben a te kegyelmedet, odát pedig az örök dicsőség boldogságát Krisztus a mi Urunk által. Amen. Könyörögjünk! Urunk Jézus Krisztus, áld meg ezeket a kis kereszteket, mert te szent kereszted által szabadítottad ki a világot, a sátán uralma alól. Kínszenvedésed által győzte le a kísértőt, ki az első emberpár a tiltott fa gyümölcsének vételével bűnre csábította. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében legyenek megszentelve ezek a kis keresztek, akik ezekkel együtt Urunk iránti szeretetből imádkozva leborulnak, testiránti javakat nyerjenek Krisztus a mi Urunk által. Amen. Könyörögjünk, Istenünk, te törvényt adó szent szolgádnak, Mózesnek megparancsoltad, hogy készítessen harsonákat, jelezve azzal a nép és a kellemes hangok figyelmeztető szavától imádásra összegyűlt híveidet. Add kérünk, hogy ez a Szent Egyházunk számára készült szószék alázatos szolgálatunk által megszentelődjék. Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Ez adja meg a mi Urunk Jézus Krisztusnak, aki legyőzte a keresztfáján a halált, uralkodik az Atya Isten dicsőségében, ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által.